Üdvözlök mindenkit a csatornán! A mai videóban a Hellraiser 2 lesz a téma. Ha van kedvetek, tartsatok velem! Videót nem terveztem túl hosszúra, viszont szerintem tele lesz sok-sok meglepetéssel, legalábbis biztos vagyok benne, hogy sokak számára. Fogok tudni újat mondani a Hellraiser és a Hellraiser 2 kapcsán meg annyi ócska sztereotípiával, unási ismételt dologgal szoktam találkozni, ahány videót megnézek a Hellraiser és a Hellraiser kapcsán, mindig halálra unom magam, mindenki ugyanazt ismételgeti el. Ráadásul felszínesen és tele dezinformációval. A másik meg az, hogy senki sem képes utána nézni, hogy valóban úgy volt-e valami, ahogy azt az első állítja, és aztán a 26. is elmondja a saját videójában. Nézzük is sorba, hogy mire gondolok. Itt van például rögtön Tony Randall esete, aki rendezte ugyan a Hellraiser 2-t, de neki ettől sokkal nagyobb szerepe volt, nincsen csak, hogy egy sima rendezőnek tituláljuk a Hellraiser filmek kapcsán. Mire is gondolok? Ahhoz, hogy el tudjam nektek magyarázni, hogy jelenleg mi van a fejemben a Hellraiser 2 kapcsán, jócskán vissza kell mennünk, nem csak az időbe, hanem el kell távolodnunk egy kicsit a Hellraiser 2-től, de még a Hellraiser filmektől is. Onnan kezdem a történetet, hogy valamikor 1970-ben Roger Corman megalapította Jane Corman testvérével a New World Pictures Limited céget. Ez a cég filmeket gyártott, forgalmazott, mozi forgalmazásokat is csinált külföldi filmeknek, és kezdetben trash filmeket, B-movie-kat, illetve exploitation filmeket gyártott és forgalmazott. De ebből is látszik, hogy Corman nem volt egy hétköznapi figura, mert cégével olyan európai rendezők, művészfilmes rendezők munkáit is forgalmazta Amerikában, mozi forgalmazásra gondolok elsősorban, mint mondjuk Fellini Amarkordja, vagy Bergman Suttogások és sikolyok, de említhetnék akár Kurosawa filmeket is. Szóval, Tony Randall ott kapcsolódik be a New World Pictures történetében, hogy kezdtem ott, hogy Tony már kiskorában is nagyon szeretett volna felnőttként filmekkel foglalkozni, filmes karrier befutni, ugyanis néhány utcányira lakott csak egy MGM stúdió díszletudvarához, ahova is folyamatosan bekukucskált kiskorában, és arról álmodozott, hogy de jó lenne bemenni, később pedig de jó lenne felnőttként filmeket készíteni. Ugrunk egy kicsit az időbe, fiatal srácként volt egy haverja, aki a New World Pictures-nél dolgozott, mint kézbesítő. Mi is ez a kézbesítő? A kézbesítő azt jelentette, hogy mozikba szállított ki promóciós anyagokat, plakátokat, lobbikárdokat, egyéb olyan dolgokat, amikkel a filmeket népszerűsítették. Ez a munka abból állt, hogy beült egy autóba, és a megadott címekre kiviszegette ezeket a filmes anyagokat. Egyik alkalommal mesélte Tonynak, ez a barátja, aki a New World-nél dolgozott, hogy éppen munkahelyet fog váltani, és Tony gondolt egyet, és azt kérte ettől a barátjától, hogy mi lenne, ha nem szólna a munkahelyen semmit, hogy ő el fog jönni ettől a cégtől, és egy másik munkahelyre fog átmenni,
hanem csak annyit mondana, hogy egy időre helyettesíteni fogja őt egy barátja. Ebbe belement a barátja, szépen el is indult ez a történet, Tony beletanult ebbe a kiszállításba, majd természetesen állandóra föl is vették, ott ragadt ennek a barátjának, a nagy lelkűségének köszönhetően. Később, amikor látták rajta, hogy egészen épkézláb és megbízható gyerek, és ráadásul nagyon-nagyon szereti a filmeket, már elkezdtek rábízni picivel komolyabb dolgokat is. Az első ilyen lépcsőfok a kézbesítői munkakör után az a vizuális effekt részleg volt, ahol is annak idején még nem léteztek ugye komputergrafikák, mindent mechanikusan kellett legyártani, különböző pici modellekből, és Tony ehhez a részleghez került, és raktározási feladatokat rátott el, ahogy ő fogalmazta egyik interjújában, egy élő enciklopédia volt, mindenről tudta minden kis pici elemről egy idő után, hogy hol található, könnyű volt vele dolgozni, fűtötte ez a fiatalkori lelkesedés és a filmek iránti nagy-nagy szeretete. Ez a dolog odáig jutott, hogy Roger Cormannel is együtt tudott dolgozni több alkalommal is. Elsőként, amikor ugrott újra egy lépcsőfokot, egy olyan munkakörben találta magát, ahol trélereket vághatott össze, előzeteseket. Aki egy kicsit is ismeri Roger Corman életét vagy munkásságát, az tudja, hogy ő az eladhatatlan filmeket is, a nagyon jó trélerek, előzetesek készítésével tulajdonképpen eladhatóvá tette, és Tony mellé került, és kitanulta tőle a vágás ilyenfajta művészetét is, de egyébként is, mint vágást. Ugye régen azért a filmvágás teljesen máshogy működött, amikor még celluloidokat vaktostak és ragaszgattak össze, és most pedig ugye számítógépen vágunk, ami egy teljesen más és sokkal könnyebb dolog, mint ez a mechanikus vágás. Szóval visszatérve, annyit még megemlítenék, hogy amíg a vizuális részlegnél volt Tony, már olyan ma már kultfilmek munkálataiban is részt vett, mint akár a Félelem galaxisa. Ott is egy vizuális, a vizuális részlegnél dolgozott, és ezt ma már ő bármelyik interjújában és filmográfiájában is úgy van feltüntetve, hogy ott az első filmes munkái között szerepelt a Félelem galaxisa. Na most, amikor egy idő után már szépen beletanult ebbe a trélervágásba, mondhatjuk azt, nyilván, hogyha valaki trélereket tud vágni, akkor az már tud vágni is, nem csak trélereket, hanem úgy általában filmeket. És egyre nagyobb munkákat bíztak rá, egyre komolyabb munkálatokban vehetett részt Tony, és Roger Cormannel való együttműködése, együtt munkálkodása során kialakult közöttük egy egészen mondhatni haveri viszony. Ami ugye azt eredményezte, hogy nem csak a munkáját becsülték meg, hanem mint maga a személy is egy egyre fontosabb jelenték, a jelentéktelen kicsi kézbesítő fiúból egy megbízható emberré vált, akire lehet számítani, akinek egyre többet adtak a véleményére. Hát, hogyha valakiről el lehet mondani, hogy a karrierjét az jellemzi az első időkben, hogy tényleg alulról építkezett, vagy alulról kezdte, akkor az Tony Randall. Az már más kérdés, hogy óriási hollywoodi magasságokba nem jutott, de azért ne írjuk le a csávót, mert én azért is beszélek róla ennyit, még fogok is róla beszélni, mert számomra egy nagyon fontos figura, és sokan nem értékelik eléggé, mert a felszínes vélemények, amikről szoktam beszélni, hogy nem szeretem a felszínes videókat, a felszínes véleményeket, mindig szeretek a dolgok mélyére ásni, mindig szeretem, hogyha valami igazán tartalmas, és van mélysége a dolognak. Szóval visszatérve Tony karrierére,
ott járunk, hogy már egész komoly kis, természetesen a New World Pictures-ről beszélünk, az ottani filmekről, egész komoly kis produkciókban vehetett részt. Bár a New World Pictures mindig is megmaradt egy viszonylag alacsonyabb költségvetéssel dolgozó filmes produkciós cégként, de azért ne felejtsük el, hogy ma már olyan klasszikusok tartoztak a könyvtárukba, mint akár a Kukorica gyermekei, a Hellraiser 1-2, Cronenberg Veszett vagy Porontyok című filmje, a Félelem galaxisa, és még sorolhatnánk, van jó pár Joe Dante pirányája, szóval van jó pár cím a könyvtárukba, ami igazán figyelemre méltó, a mai napig is természetesen underground vagy horrorfilmes körökben, mert nyilván ez nem az a kategória, mondjuk, mint egy MGM stúdió, de vannak kifejezetten rajongók, akik pontosan az ilyen filmeket szeretik, ezt tudjuk nagyon jól. Szóval visszatérve Tony kis történetére, ott járunk, hogy már egy egész stabil pozíciója volt, nagyon sok minden belekóstolt, kicsit olyan volt, mint Hitchcock, mindenben szerette beleütni az órát, picit producerkedett, író volt, társíró, forgatókönyvekben vett részt, forgatókönyvek írásában, megírásában, a vizuális részlegben nem csak az elején, hanem később is, nagyon szívesen. De ez egy olyan cég volt, ami nagyon ezek a kisköltségvetésű filmeket gyártó cégek, mint a New World Pictures, ezek egészen máshogy működtek, mint egy Universal vagy egy MGM. Ez a mai napig is így van, hiszen ott egy sokkal barátibb légkör van, sokkal kevésbé feszes és kevésbé szigorú munkabeosztás van. Ugye egy nagy cégnél mindig megvan az, hogy XY-ra tartozik valami, tól íg, és utána, ami a hatáskörén kívül esik feladat, abba igazából se beleszólni nem szoktak, se nem is nagyon akarnak, mert az már egy másik ember feladata, a határok nagyon élesen megvannak. Egy ilyen cégnél, mint amilyen a New World Pictures volt, egészen 1997-ig, mert 70-től 97-ig működött a cég, és itt, egy ilyen kis cégnél teljesen máshogy működtek. Nem is a kicsiségén vagy nagyságán van itt a hangsúly, hanem az, hogy ez egy viszonylag kisebb létszámú, teljesen más munkamorállal dolgozó cég volt, csapat volt, team volt, akik nagyon szívesen fogadták egymás kreatív gondolatait, ha valaki ott akart lenni egy forgatáson, amiben ő hivatalosan nem is volt benne, akkor is bejárása lehetett oda, és hogyha voltak jó ötletei, akkor azt szívesen fogadták. Egyébként valamilyen ilyen úton módon keveredett, majd később a Hellraiser 2 rendezői székébe is Tony rendel, de ne szaladjunk ennyire előre. Tehát most ott tartunk, hogy kialakult egy viszonylag biztos pozíció a Tonynak, de igazából még úgy nem volt senki, de azért már mégis volt valaki. Ekkor történt, hogy Roger Corman eladta a cégét, ezt a bizonyos New World Pictures-t, és aztán később másik két céget alapított. De még pár hónapig még mindig Cormannek dolgozott, hiszen voltak befejezetlen munkák, voltak befejezetlen projektek, 4-5 hónapon keresztül még mindig Cormannek dolgozott Tony. És ekkor az új produkciós elnök behívta Tony Randallt az irodába, és megkérdezte tőle, hogy lenne kedve elvállalnia egy produkciós igazgatói állást. Természetesen Tony, aki már régóta arról álmodozott, hogy valami komolyabb feladatot kap, és tényleg egy olyan pozíciót tölthet be egy filmes cégnél, mint akár ez, hát nagy örömmel és lelkesedéssel elvállalta ezt a pozíciót. Kicsivel később történt, hogy
hallotta, ugye ez Los Angelesben történt, hiszen ott volt a főhadiszállása a New World Picturesnek. Közben egy picivel később, ugyanezen az idősíkon elkezdett egy fiatal, akkor fölkapott író egy filmet rendezni, ami első rendezése volt. 3 hete zajlottak a munkálatok, ugye ez a fiatal író, aki hirtelen rendezővé is avanzsált, ez ugye nyilván kitaláljátok, hogy ez Clive Barker. 3 hete zajlottak a forgatások, napi szinten küldözgették a felvett anyagokat a Los Angeles-i irodába. Az akkori produkciós elnök a New World Picturesnél minden nap megnézte ezeket a felvett anyagokat, és nem volt megelégedve velük, nem tetszett neki igazából a film, és szétnézett, hogy kit lehetne Londonba átküldeni, Los Angelesből, és mivel hogy Tonynak volt még ez egy ilyen friss igazgatói cím, de azért, hogy is mondjam, ő úgy fogalmazta egy interjújából, hogy a főnök szerint ő volt a legkockább, ezért őt átküldte Londonba, hogy ugyan nézzen már szét, hogy mi történik ott, mert esetleg alkalmasint lehet, hogy lefújják ezt a forgatást, mert nagyon gyatrának találta a napi felvételeket, amiket a 3 hetes forgatás során megkapott. Tony átrepült Londonba, Los Angelesből találkozott Chris Figgel, aki a Hellraiser producere volt 1-2, plusz Clive Barkerrel. Rögtön megütöttek egy közös hangot, nagyon megindult ott az együtt gondolkodás, és leülvén a vágószobába Tony, akkor már 6. hete zajlott a forgatás, és már nagyon-nagyon sok mindent leforgattak, a Hellraiser első részéről beszélünk, csak mondom. Tehát már nagyon sok mindent leforgattak 6 hét alatt, és megnézte az anyagot, és nagyon lelkes lett, és neki nagyon tetszett, ellentétben a Los Angeles irodában székelő produkciós elnökkel. Illetve még egy fontos, egy nagyon fontos momentum történt még, mielőtt visszarepült volna Los Angelesbe. Az egyik, illetve hát több, de amit én láttam kiadványon, egy Hellraiser kiadványon, van egy olyan extra, hogy ugye azt tudjuk, hogy Christopher Young szerezte a zenéjét a Hellraiser filmeknek, az első 3-nak, és elsőként még nem ő volt a kijelölt zeneszerző, hanem egy akkori zenekar, amit most inkább nem is neveznék meg, mert szerintem borzasztó gyatra zenét csinált. Nem szeretnék senkit sem megsérteni, de az biztos, hogy a Hellraisernek az eredeti zenei dolgai azok egy olyan szintre vitték volna a Hellraisert, ami pontosan, ugye említettem az első rész videóiban valamelyik részben, hogy a Hellraiser zenéje, a filharmonikusok muzsikája ugye az fölfelé ívelő, tehát hogy egy magasabb szintre emeli föl az amúgy kisebb költségvetésű filmet. Na, hogyha az eredeti zene maradt volna, ami már el is készült, egyébként mondom, valamelyik Hellraiser kiadványon meg is lehet nézni azt, hogy a nyitány, a főcím és a főcím zenéje ki van cserélve, és be van rakva ez az eredeti. Hát ez egy primitív, szintetizátoros zene volt, de abból a fajtából, amilyen abszolút underground. Tehát, hogy még aki szereti is a synthwave zenét, még én például nagyon szeretem, én hallom, hogy gyenge, mint a harmat. Tehát, hogyha az lett volna eredetileg a zenéje, az megint egy olyan dolog, megint egy nagyon fontos rész, hogy ez a film nem ilyen lett volna, mint amilyen lett. Tehát már is ott tartunk, hogy Tony Randall azzal, hogy rábeszélte Chris Figgel, a producert, és Clive Barkert, a rendezőt, hogy egy másik zeneszerzőt alkalmazzanak, nevezetesen Christopher Youngot, azzal egy olyan dolgot csinált, amivel már beírta magát az én filmes történelmi könyvemmel ekkora betűkkel.
Szóval, nézzük tovább a történetet. Visszarepült Los Angelesbe, és a produkciós elnököt Tony Randall meggyőzte, hogy adjanak több pénzt, és fejezzék be ezt a filmet, mert ő nagyon nagy lehetőségeket lát benne. Szóval képzeljétek el, ha ez nem történik meg, játsszunk el a gondolattal, hogy ez nem történik meg. Tony Randall nem megy Los Angelesből Londonba az akkori New World produkciós elnöke, lefújja a történetet, de még ha nem is fújja le, hanem azt mondja, hogy oké, nincs több pénz, én látom, hogy ez nem lesz jó az a film, valami tollózatok össze, valamit vágjatok össze a felvett anyagból, lesz, ami lesz. Londonban nem nagyon tudtak volna mit csinálni az angolok, ez így jött volna ki, azért semmilyen film nem lett volna. Tehát ma nem is beszélnénk erről, de hála az égnek, ez nem így történt, úgyhogy Tony Randall szerepe már itt elkezdődik a Hellraiser mitológiában. Az, hogy az ő közbenjárására kicserélték a zeneszerzőt, és Christopher Young lett, ami nem győzök hangsúlyozni, hogy mennyit nyert vele a film, nem tudom elmondani elégszer, és nem tudom kihangsúlyozni ennek a jelentőségét. Hát aztán pedig, ahogy visszarepült Los Angelesbe, és meggyőzte a produkciós elnököt, hogy ez bizony egy nagyon jó film lesz, és ő ugyan elhiszi, hogy neki az a 3 hetes anyag, amit látott, nem tetszett, de hogy bízzon meg benne, és higgye el, hogy ez egy komoly film lesz, és hogy szavazzanak neki még több pénzt, és kapjon még 3 hetet a produkció forgatása. Hát most képzeljük el, hogy ha nincs Tony Randall, és nem keveredik oda semmilyen formában, akkor ma szerintem nem is beszélnék Hellraiser filmekről. Valószínűleg a felvett anyagból összevágtak volna valami sufni tuning cuccot, amivel aztán később a 567. senki kategóriába került volna a film is. Rendezőnként lenullázódik abszolút Clive Barker, sőt az egész garnitúra, aki abba részt vett, nincs több Pinhead. Én ezt látom magam előtt, hiszen képzeljétek el, vegyétek ki a Hellraiserből a igazán jó speciális effekteket, vegyétek ki Christopher Young zenéjét, és vegyétek ki azt a plusz 3 hetes forgatást, amit pontosan a speciális effektekre kapott még a film. Kapunk egy középszerű semmilyen filmet, úgyhogy hát a... igen, hagyjuk is. Szóval a lényeg az, hogy nálam Tony Randall, amikor fölmerül, és valaki megkérdezi, hogy szerintem jó rendezője, vagy hogy mi a véleményem róla, akkor ez a sok minden mind eszembe jut, és nem tudom azt mondani róla, hogy rossz rendező, mert ugyan nem volt nagyon jó rendező, mert a Hellraiser 2-n kívül még az a két említésre méltó filmje, ami van a Kullancsok, az Amityville, ütött az óra, hát azért valljuk be, ezek abszolút a hulladék kategóriába tartoznak, ugyan van rajongója mind a két filmnek, van, aki szereti, könnyed szórakozásnak el is mennek, de igazából, ha lenne egy nagy könyv, amiben beleírjuk az igazán fontos horrorfilmeket, ezek jócskán kimaradnának belőle. Ugye milyen érdekes, hogy a Hellraiser 2-ről csinálok most videót, de igazából a shoulder-t eddig nem is a Hellraiser 2 kapcsán lőttem, hanem az első kapcsán. De ezt mégis a kettőnél kell megemlíteni, vagy beszélni róla, hiszen Tony Randallről beszélünk, és bár a stáblistám nincsen rajta, tudomásom szerint, de Tony Randall még az első film apróbb vizuális trükkjeinél, illetve a történetbe is nagyon picikét beleszólt, tehát szívügyének tekintette onnantól, hogy megszavazták a plusz pénzt és a plusz forgatási időt a filmnek.
tehát a kreatív ötleteivel segítette a Hellraiser első részét is, mind a mellett, hogy nélküle be is fejeződött volna valószínűleg. A forgatás nem ugyanezt az eredményt kaptuk volna, nem ugyanezzel a zenével, stb. Ezeket már elmondtam. Akkor ugorjunk át egy kicsit a Hellraiser 2-re, mégiscsak erről csinálok most videót. Ott kezdődik a történet, hogy amikor befejezték az első részt, leadták mozikban, sikeres lett, szerették az emberek, gyakorlatilag rögtön egy nagyon komoly rajongótáborra tett szert a film. Egyértelmű volt, hogy ezt még melegében folytatni kell. Az hamar kiderült, hogy nem Clive Barker fogja rendezni a filmet. Szerettek volna egy gyakorlottabb rendezőt a rendezői székbe. Clive Barker sem akarta igazából, neki szerintem elég nagy falat volt az első is. Ráadásul ő tisztában volt azzal, hogy nagyon nehéz folytatni egy olyan filmet, mint ez, mert szerintem az első is annyira megviselte, hogy szerintem rá kellett pihennie még a dolgokra. Azért ne felejtsük el, tapasztalatlan volt ezen a téren. És ahogy szoktuk mondani, örült, hogy jó van a... A lényeg, hogy Clive Barker azért a második részben is, mint executive producer részt vett. Ha valaki nem tudja, hogy ez mit jelent, akkor annak mondom, hogy ez egy olyan producer, aki kimondja a végső szót a dolgokra. Néha még nagyobb hatalma van, mint a rendezőnek, ez nyilván szerződés függő. Clive Barker egy Michael McDowell nevezetű rendezőt szeretett volna. Igazából ezt nem tudtam kiteríteni, hogy miért, mert ha valaki megnézi a filmokat ennek a McDowell-nek, akkor nem lát benne csodákat. És nyilván óriási rendezőt nem tudtak volna egy ilyen büdzsével odahívni, de mindegy, ugorjuk ezt át, mert ez a pali egyébként nem vállalta el. Szerintem, mikor meglátta az elsőt, vagy csak megnézett belőle egy trailert, akkor mondta, hogy gyerekek, ez nem az én pályám. És ott álltak, hogy igazából még addig kell ütni a vasat, ami meleg, frissibe gyorsan egy év alatt pörgessük is le a filmet, ugye 88-ban már jött is a film. És kérem szépen, gondolt egyet Tony Randall, úgy volt vele, hogy így is szerinte annyit bábáskodott a Hellraiser 1 felett, és annyira szívén viselte a film sorsát, és bele is látott az egészbe. Kívülről, belülről ismerte a Hellraiser forgatásának mechanizmusát, átérezte azt a szellemiséget, ami átjárja a filmet. Ugye a produkciós elnöknél gyakorlatilag pár hetes könyörgés és rábeszélés után, mert nem volt egyszerű, hiszen Tony Randallnek nem volt egy megbízható filmográfiája, nem volt egy referencia háta mögött, azon kívül, hogy ott, amit csinált a New World-nél, ott meg voltak vele elégedve, de az nem egy filmrendezés. Ráadásul ő sem tanulta a filmrendezést. Na hát megkapta a melót, megkapta a lehetőséget, megkapta a rendezői széket a Hellraiser 2-nek a megrendezésére. Viszont, hogyha valaki látta a Hellraiser videóim, ott többször is elmondom, hogy Clive Barker igencsak megijedt, és néha vakargatta a fejét, fogta a fejét, hogy hogyan is kell vajon filmet rendezni. Hát sokan azt hiszik, hogy egy filmet tök könnyű megrendezni. Sokan azt hiszik, hogy ha láttak már 500 filmet, akkor az azt jelenti, hogy ők már tudják is, hogy hogy kell egy filmet elkészíteni, hát ez pont nem így van. Szóval ugyanabban a helyzetben találta magát Tony Randall, egy kicsivel később, mint amiben Clive Barker is belekeveredett, hogy ott van egy film rendezői széke, és igazából, ahogy elkezdődtek a munkálatok,
2-3 napon belül rájött, hogy igazából ő semmit nem ért a filmrendezéshez. Mert az, hogy ő trélereket vágott, meg vizuális effekteket, meg egyéb dolgokat, amiket meséltem, csinált, az nem egyenlő azzal, amikor te ott állsz, és te vagy a főnök, és te dirigálsz mindenkinek, mindenkinek te mondod meg, hogy mit csináljon, vagy ilyen, hogy mondjam, egyszerű, hétköznapi dolgokat, hogy például van egy jelenet, azt hogy vegyük föl. Mert a rendező mondja meg, ott áll veled szembe a fényesek, az operatőrök, és várják, hogy megmond, hogy a forgatókönyv szerint hogyan fogjuk felvenni a következő jelenetet. Na most ahhoz, hogy ezt tudjad, ahhoz ezt vagy előtte jó, ha operatőrködtél is, vagy egy filmes iskolában megtanultad, hogy mert a rendező munkája az mindenki munkája, egy kicsit egybegyúrva, és aztán kell egy vizuális látásmód, egy kreativitás, ami kevés emberben van meg, mert a technikai dolgokat meg lehet tanulni, az, hogy hogyan kell befűzni a filmet, meg hogyan kell megvilágítani, milyen lámpával, vagy hogy milyen kamerát, milyen lencsével kell használni a következő jelenethez. Szóval ez egy nagyon komplex dolog, és Tony Randall ott állt, és igazából megkapta a lehetőséget, de csak nézett, mint a templomba. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy itt is nagy szerencséje volt, szinte ugyanaz ismétlődött meg, mint a Hellraiser első része esetén. Ott is Clive Barker ugyanígy ott találta magát, hogy tulajdonképpen a film rendezés az nem úgy van, ahogy ő azt elképzelte, hogy majd ő, és akkor aztán, tehát ez nem ilyen egyszerű. Kísérteties módon ugyanez ismétlődött meg. De mind ahogy az első résznél szerencséje volt, az első rész forgatásánál szerencséje volt a stábbal, Clive Barkernek, és szinte ugyanez a stáb volt ott, ezért óriási szerencséje volt Tony Randallnek is. Tehát ugyanaz ismétlődött meg. Robin Vigiontől elkezdve a vágó, mindenki, tehát ez az egész komplett stáb, ez egy nagyon jó ötlet volt Tony Randalltől, hogy ugyan rendezni nem tudott még, de hogy kompletten, ha lehetséges, ugyanazt a stábot használják. Néhány új szereplő bejött a képbe, elég Dr. Chanatra gondolni, de egyébként ugyanaz a filmkészítő stáb volt, és még alig telt el pici idő az első forgatása óta, tehát még abszolút képbe voltak, annyi, hogy most már tudtak használni rendes filmstúdiót, Pinewood stúdiót például, nagyon sokat forgattak ott. Hát az első résznél azt nem is mondtam egyébként, hogy amikor arról beszélünk, hogy az első részben egy filmstúdióban voltak, ami nem a házban lévő jeleneteket jelenti, hanem díszletet, vagy olyan jeleneteket, amikhez tényleg egy stúdió kellett, akkor nem volt pénzük egy rendes filmstúdióra, ezért nem filmstúdióba forgattak, hanem egy művelődési ház termét bérelték ki, egy nagy termét, és ott forgattak. Na most nyilván már a második részben ott már kicsit több pénz volt erre, ezért tudtak forgatni már a szó klasszikus értelmébe vett stúdióba, filmstúdióba. Szóval kísértetesen megismétlődött a történet, de szerencsére a stábnak köszönhetően, meg azért Tonyt nem akarom abszolút leírni, mert egy nagyon kreatív csávónak tartom. Egyébként az jutott róla eszembe, ezt nem, nagyon kevesen tudják róla, de feketeöves kempó karatés. Ki se nézné belőle az ember egyébként, ráadásul mondom, feketeöves. Szóval nekem ez a Pali nagyon szimpatikus. Megnéztem vele interjúkat, audio kommentárt, kettőt végighallgattam vele. Szerintem amúgy egy nagyon ügyes srác, valahol ott keresendő a Bibi, hogy nem tanulta ezt. Tehát, hogy mindent autodidakta módon sajátított el, amivel nincs baj egyébként, mert én is egy csomó mindent például így tanultam meg. Sokkal több mindent tudok, amit autodidakta módon sajátítottam el, mint amennyit iskolába tanultam.
Tehát nekem ezzel nincs bajom, csak egy Hellraiser 2 rendezői székébe beleülni, teljesen tapasztalatlanul a filmrendezés terén, inkább a kullancsoknál ült volna bele úgy. Vagy mondjuk lett volna 3-4 ilyen hulladék filmje, és akkor utána már nyilván másként alakul ez a helyzet. De ettől függetlenül szerencsére jól alakultak a dolgok. Egyébként van egy olyan történetem is, hogy a Dr. Chanagot alakító színész, a Ken Branagh mesélte egyszer, ugye ő angol, hát inkább ilyen drámai színésznek mondható, színpadi színész, és ugye amikor Tony Randall elő nem ismerték egymást a film előtt, és amikor zajlottak a próbák, Julia és Chanagh próbált, akkor Ken a Julia alakját, karakterét, de még ha jól emlékszem, talán még a színésznőt is, kicsit hasonlította Lady Macbethhez. És nagyon csodálkozott rajta, hogy Tony Randallnek fingja nem volt arról, hogy ez kicsoda. És de olyan szinten, hogy soha életében nem is hallott róla. Na most ez nagyon jól, hogy is mondjam, megmutatja nekünk azt, hogy Tony Randall alapműveltségben nem volt legélesebb kés a fiókban. Viszont, mert ugye Shakespeare műveit Amerikában is árulják a könyvesboltokban. Viszont az a szeretete és amit a filmek iránt táplált, vagy oda-vissza a filmekből is merített, meg az, hogy kiskorától erről álmodozott, és mindent alulról kezdve szépen fölfelé tanult meg, ez nálam abszolút kivívja a tiszteletet és az elismerést. Ha a filmről kell beszélnünk, akkor kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert a Hellraiser után a Hellraiser 2-t, mint film, nem tartom jobbnak, sőt, meg se üti még véletlenül se a színvonalát. Viszont, hogyha valaki horrorrajongó, ezért van ez a kettőség benne. Ha valaki horrorrajongó, és hát ez a fürdik Lubickol a gór jelenetekbe, a szürreális jelenetekbe, a hihetetlenebb látványvilág, az a fajta ilyen abszurditás, amit hordoz a film. Ugye ez azért van, mert rá akartak gyúrni egyszer. Az egyik szereplő, azt hiszem a Juliet játszó színésznő mondja, hogy az egyik interjúban, hogy a Hellraiser 2 a Hellraiser a négyzeten. Valamilyen szinten ez igaz is, ugye? Ami gór, az még górabb ebben az elsőhöz képest. Pinhead és a cenobiták többet szerepelnek a filmben, nagyobb dózist kapunk belőlük, a zene ugyan alap témáiban ugyanaz, hiszen ugyanaz a zeneszerző, de még egy kicsit ilyen, ahol drámaibbnak kell lenni, ott egy kicsit még drámaibb, ahol mondjuk ilyen agresszívebb, vagy ilyen tényleg nagyon durva horrorba megy át a történet, ott a zene még jobban egy kicsit... Szóval tényleg elérték ezt a célt ilyen szempontból, hogy ha csak a horror oldalát nézem, vagy a horror oldaláról nézem, mint zsáner, a Hellraiser 2-t, akkor azt mondom, hogy köröket ver az elsőre. Tehát egy filmről beszélünk, és a filmnek ugye sokfajta aspektusa van. És ez az egy dolog az, amiben tényleg nagyon jó. De például most eszembe jutott az is, hogy ugye Peter Atkins írta a történetet, ő is egy kezdő forgatókönyvíró volt. Azt hiszem ez volt az első munkája. Na most már a hármasba is vállalt szerepet, illetve ott azt hiszem, hogy ő a bartender. Szóval Peter Atkins nagyon jó szövegeket adott Pinhead szájába. Ezt tudni kell, hogy Clive Barker, Doug Bradley és Peter Atkins egy iskolába jártak, középiskolába, és onnan az ismerettség. Tehát nekem a kedvenc részem a Hellraiser 2-ből, ami pont ide tartozik, hogy milyen ultra jó szövegeket írt a
Peter Atkins nagyon ráérzett erre a, Hellraiser mitológiára. Az, amikor először Tiffany kinyitja a dobozt, ugye Chanard professzor és Julia egy ilyen ablakon keresztül kémlelik, mert ugye ők félnek kinyitni a dobozt, és ezért rábízzák erre a kislányra, meg igazából nem is tudják kinyitni. Tiffany meg egy olyan ilyen lelki trauma áldozata, hogy állandóan rejtvényeket fejt meg, és ezért azt remélik, hogy ki tudja nyitni a dobozt, hát ki is nyitja. És van az a jelenet, amikor előjönnek a cenobiták, és már cincálnák is széjjel szegény kislányt, amikor Pinhead odaszól nekik, hogy ne bántsák, és az a mondat, amit akkor mond, az szerintem az összes Hellraiser filmben a számomra a legmagasrögtűbb, legintelligensebb, de mégis nem egy ilyen nyálas, oda nem illő szöveg, hanem pontosan a helyén van, amikor azt mondja, hogy ne bántsák a lányt, mert nem kezek nyitották ki a dobozt, hanem a vágy. Tehát ez fantasztikus, és ez jelzi nagyon szépen, hogy Peter Atkins mennyire ráérzett arra, hogy ugyan Pinhead karaktere egy ocsmány félelmetes lény, de mégis szépen és elegánsan beszél. És ez a kettősség, ez egyszerűen, ez az, amitől számomra a legnagyobb ilyen filmes, horrorfilmes ikon Pinhead. Tehát arra a kérdésre, ha föltennék nekem, hogy a Hellraiser 2 jó filme vagy sem, akkor valahol azt mondanám, hogy nagyon vegyesek az érzéseim. Mind a mellett a Hellraiser 2-t valamiért mindig is jobban szerettem, ha mondjuk a horrorfilmes oldalamban megkérdezve erről, akkor egyértelműen a Hellraiser 2-re mondanám azt, hogy az a kedvenc Hellraiser epizódom. Viszont, hogyha azt kéne mondanom, hogy mint film, melyik a minőségi, melyik van magasabb színvonalon, akkor gondolkodás nélkül az elsőt vágom rá, és valahol ez érthető is annak tükrében, amiket már elmondtam az előző videóimban is, de azt hiszem, hogy valahol ezt mindannyian tudjátok ti is, akik a Hellraiser rajongók vagytok, hogy a kettő trancsírja és szürreál és górja, meg ez a látványvilág, és ez a tényleg abszurditás, ami olyan töményen van benne a filmben, az emeli ki a horrorfilmek sokaságából a Hellraiser 2-t, viszont az első az egy sokkal finomabbra hangolt történet, és itt jegyezném meg azt, hogy ahogy készültem a Hellraiser videókra, és újra néztem a filmeket, és olvasgattam, és kutakodtam, jegyzeteltem. Nagyon szépen kirajzolódik most így, hogy egybe az első három filmet górcső alá vettem, hogy milyen hülyen jellemzi mind a három film, az első három film a rendezőjét. Az első az egy intellektuálisabb horrorfilm. Ott van egyfajta olyan Clive Barkerre jellemző finomság, ami az írásai, a műveltsége, az irodalmi műveltsége, az írás magas szintű tudása, az a tökéletesen megjelenik. Tehát ő például kevesebb cenobitákat rakott bele, kevesebb több elven. De az egész filmet amellett, hogy van benne gyönyörű, szép, trancsírozós górjelenet is, amellett átjárja egy intelligens megoldás, ami jelentkezik egy csomó mindenbe. Például ez a fájdalom és gyönyör, amiről beszéltem sokat az első film kapcsán.
de most nem akarok oda-vissza menni, csak megemlítettem. Ott a második rész, a Tony Randall személyisége, lelki világa, műveltsége, vagy műveltségének hiánya, az ugyanúgy benne van a második részben. De ugye az inkább a gorra hajt rá, és azért vannak itt is jócskán, hogy is mondjam, finomságok, mint amit az előbb említettem, a kocka kapcsán, hogy nem a kezek nyitották ki a kockát, hanem a vágy. Ez egy intelligencia szintre val. Tehát egy Kullancsok féle filmben ilyen mondatokat, ilyen jelenetekben nem fogsz találni, ebben biztos vagyok. Aztán ott a harmadik rész, ugye majd ha beszélek róla, mert arról is fogok egy videót csinálni, akkor ott meg tökéletesen van ábrázolva Anthony Hickoxnak az egyénisége. A Hellraiser 3 az már 90-es évek hangulat. Ott a 80-as évek intellektusa már kevésbé kellett, hogy érvényesüljön, hiszen az MTV korszak, a felszínesség az jobban 10 évenként, ahogy a generációk jönnek egymás után, ha valaki mondjuk élt már 40-50 évet vagy még többet, az láthatja, hogy hogyan lesz egyre silányabb, egyre felszínesebb minden. Tehát a mai 2022-es horrorfilmek azért olyan silányak, de igazából a filmek is egy-két kivétellel, mert azért néha mindig vannak, akik erre rácáfolnak, de a nagy általánosságról beszélek, és pont ezért nem tudom szeretni a mai filmeket, néhány kivétellel, mert ez a fajta felszínesség jellemző rájuk, amiről beszélek. Mondhatom azt is, hogy én leragadtam a 70-es, 80-as évek és egy kicsit a 90-es évek filmes intellektusánál. Én szeretem, hogyha mélysége van a dolgoknak, ha szól valamiről és olyan dolgokról, ami engem érdekel. Ma ezt nem találom meg annyira a filmekbe, egy-két kivétellel, mert szerencsére mindig vannak kivételek. Szóval Anthony Hickox nagyon jó választás volt a harmadik részre, mert hármójuk közül szerintem ő a legkevésbé műveltebb figura, viszont nagyon szerethető, nagyon laza, nagyon barátságos és nagyon pozitív képet alkotott számomra ki azokból az interjúkból, amikből próbáltam kinyerni a személyiségét. Alapvetően mind a három rendezőnek a személyisége benne van a filmekbe, és mind a három személyiség nekem szimpatikus, ezért eléggé tudok azonosulni a motivációikkal, vagy magukkal a filmekkel is, amit képvisel ez a három rendező. Igazából nagyon nehéz őket rendezőnek hívni, de hát mivel, hogy rendeztek filmeket, ezért mégiscsak kijár nekik ez a titulus. A Hellraiser második részének a kielemzésébe igazából tovább nem is mennék, nem tartalmaz annyira mély dolgokat, mint amennyi dolgot találtam az első résznél. Nem is foglalkoztat engem annyira a Hellraiser 2, mint film, bár mondom, bizonyos szempontból, ha a horror oldalamat veszem, akkor nálam abszolút a Hellraiser filmek közül a második a favorit. Tehát az elemzésben nem megyek tovább, viszont van egy-két kis csemege, amit beraknék ide, amit nagyon szeretek, hogyha a Hellraiser 2 kapcsán beszélgetek valakivel. Az egyik ilyen dolog, amit szerintem sokan ismernek még Magyarországon is, ez a titokzatos fotó, ami egy olyan jelenetet ábrázol, ami nincs is benne a filmben. Na most ez úgy került bele, ez a köztudatba úgy került ez a film, fotó, ez a filmes fotó, ez egy lobbykárt volt tulajdonképpen, tudjátok, ezek olyan kártyák, amikkel reklámozták a filmeket mozikba, de ezeket a lobbykártokat, vagy vitrínfotókat küldözgették el annak idején a disztribúció során a különböző kiadóknak.
Például, hogyha valaki mondjuk megvásárolta a film kiadásának a jogát, mondjuk mit tudom én, Németországban, most csak mondok egy példát, a New World Pictures-től, akkor kapott ilyen kártyákat, és ezeket fel tudta használni a VHS kazetta, vagy később a DVD borítóhoz, vagy a menüképekhez, vagy igazából amire szerette volna. Ezek reklámkártyák, ezek marketing célokat szolgálnak, és ilyen tevékenységre valók. Na most, mit keres egy olyan kártya, egy olyan fotó a Hellraiser Lobby Card kollekcióban, ami egy olyan jelenetet ábrázol, ami nincs is benne a filmben? Hát ez úgy történt, hogy volt egy aprócska jelenet, amit Peter Atkins beleírt a filmbe, ez semmi más nem lett volna, csak annyi, hogy ugye amikor Tiffany és Kirsty szaladgálnak a össze-vissza, mint a mérgezettekén a kórházba, Dr. Chanardnak a kórházába, akkor van egy olyan jelenet, hogy ott az alaksorban, amikor rohangásznak, keresik ugye ott a kiutat, mert akkor már félig a pokolba vannak, a pokolba vezető járatokban, és egyszer csak megjelenik egy nővér, aki, vagyis hát egy ilyen nővér ruhában valaki, ez volt a forgatókönyvben, aki odaszól Kirstynek és Tiffanynek, hogy mit rohangáztak itt, ez egy lezárt terület, és amikor miközben beszélgetnek, akkor szépen ez a nővér átalakult volna Pinheaddé, hogy a fejéből elkezdtek volna kijönni a szögek, majd később ugye lehullott volna az arcáról, meg a fejéről ez a védőmaszk, ami mondjuk a műtősökön van rajta. És ez a jelenet, ez meghaladta a képességeiket. Ugyanis borzasztó nehéz lett volna leforgatni, nem is volt semmi értelme, mert egyébként Kirsty meg Pinhead egy értelmetlen beszélgetést bonyolítottak volna le, ráadásul egy csomó időt elvett volna a forgatásból, pénzt, mert azért ezek a szög kijön a fejéből a nőnek, és aztán átalakul Pinhead-té, azért ez egy elég bonyolult. Leírni tök egyszerű, és elolvasni, az ember, ahogy elolvassa, a fantáziájában megjelenik. De ezt vizuálisan megjeleníteni, ez már nem olyan egyszerű. Ezért törölték ezt a jelenetet. És így sosem készült el. Láttam olyan DVD-t, amin rajta van 2 percetből a jelenetből, annyit, hogy szaladgál Kirsty, és Tiffany, és Pinhead megjelenik egy másik cenobitával, ebbe a műtős ruhába össze vannak kenve vérrel, és idáig jutott el az egész. Tehát ennyit fölvettek belőle, de az összes többit, amiről meséltem, azt már nem vették föl. A stábfotós, aki kattingatott és fölvette a különböző jeleneteket, ugye mindig van egy ilyen stábfotós a filmforgatásokon, aki behind the scenes felvételeket csinál, vagy éppen ezeket a lobby card felvételeket csinálja meg későbbre, az lekapta őket egy ilyen alkalommal, amikor elkezdték csinálni, elkezdték forgatni ezt a jelenetet, amit nem fejeztek be, és így került bele, aztán válogatás nélkül, hát ez is ugye a kisköltségvetésnek a velejárója, ugye, hogy nem vették ezt olyan szigorúan, hogy tudták volna, hogy ez egy olyan jelenet, ami majd a végső vágásba, illetve hát föl se vették a teljes jelenetet, de hogy nem kerül bele majd a filmbe. És így kikerült véletlenül ebbe a, mit tudom én, 15-20 darabos lobby card kollekcióval, amit kiküldtek, és a VHS borítók hátuljára, amivel hogy egyébként a kép meg tök jól néz ki. Így szépen így rárakták a forgalmazók, mit sem sejtve, hogy ez a jelenet egyébként nincs is benne a filmben. Na most ezt a rajongók első időkben, amikor még nem volt internet, meg nem lehetett ennyi információt fölszedni gyorsan, könnyedén, elkezdtek ugye okoskodni, meg járt az agyuk, hogy ez biztos valami olyan vágatlan verzióban van, ami mit tudom én, csak Japánban jelent meg, ezért elkezdték szétvásárolgatni a minden országból a különböző kópiákat, hogy hát ha valamelyiken rajta van, de hát nyilván nincsen rajta egyiken se. Úgyhogy ez a története ennek a rejtélyes fotónak.
következő kis pici Hellraiser 2 adalék a kedvenceim között szerepel, ugyanis ezt, hogyha nem tudod, vagy tudod, teljesen tök mindegy, nem fog hozzá tenni, vagy elvenni a filmből semmit, de mégis valahol ott motoszkál mindig a fejembe, amióta ezt tudom, hogy ez micsoda egy különleges dolog. A következőről van szó, ezt Christopher Young, a zeneszerző mesélte, hiszen mi, akik nem értünk a Morzekódhoz, soha az életben nem tudnánk ezt kideríteni. Van az a jelenet, amikor Dr. Chanard és Julia bemennek a pokolba, és tudjátok, van az a nagyon gyönyörű labirintus, ami ugyan nyilván kis költségvetésű, és egy picit látszik is rajta a büdzsé mértéke, ettől függetlenül szerintem fantasztikusan néz ki, és sokan, sokféleképpen ábrázolták már a poklot filmekben, de nekem ez az egyik kedvencem, ez a labirintus, és ugye a távolban látszik, ugye, ahogy forog a kockából kialakult ilyen képződmény, és ugye Leviatánt említi Julia, hogy ő az istene, és hogy nézzen Dr. Chanard-val szemben. Na most közben megy egy nagyon fura ilyen hangszer, egy ilyen nagyon fura hangszert hallunk, amit én sose tudtam beazonosítani, mert kicsit olyan, mint valami szintetizátor, de azért mégse olyan, és nem tudtam sose beazonosítani, hogy mi az, de mindig olyan nagyon fura hatást keltett bennem, és nagyon odaillőnek találtam, és igazából inkább ritmust játszik, tehát inkább ritmusa van ennek a hangszernek, mint sem dallama. Pedig valami olyan hangszerből hallom ezt ki, ami inkább dallamot játszik, mint sem ritmust. Tehát mondjuk egy olyan, mint hogyha valami, ezzel is valami természetellenes dolgot tennének még hozzá az egyébként is abszurd, meg szürreális látványvilághoz. Szóval ezt Christopher Young mesélte, hogy az egy tibeti kürt egyébként, amit ott hallunk, ez a hangszer, ahogy ott fújják, és ugye még van egy ilyen ismétlődő ilyen delay is rajta, egy ilyen visszhang. És ez a tibeti kürt egy morzekódot játszik, amit hogyha valaki lefordítana, akkor kijönne az a szó, hogy Isten. És hát ez egy olyan dolog, amit nekem nagyon tetszik, hogy bemegyünk a pokolba, és egy morzekód ezt küldi szét az éterbe, hogy Isten. Szóval ezek azok az apróságok, amik sokkal többé és sokkal gazdagabbá és sokkal jobban kiteljesedik egy horrorfilm, és elkezdi magát kinőni abból a szerepből, hogy ő csak egy horrorfilm. És ez még a Hellraiser 2-re is igaz, még akkor is, hogyha nem olyan magas szinten működik, mint az első rész. Amikor Tony Randall megkapta a rendezői széket, akkor már rögtön az volt a gondolata, hogy a Hellraiser 2-nek onnan kell folytatódnia, mint ahol az első befejezte, sőt az ottani nyitott kérdésekre választ kell adni, vagy legalábbis megpróbálni. Ilyen például, hogy ki volt Pinhead. Ugye azt Doug Bradley is elmesélte, hogy több alkalommal, hogy neki azt mondta Clive Barker, hogy valaha egy ember volt, akkorra már egy démon, de ki volt ő emberként? Milyen időben? 1900-as években, vagy 2000 évvel ezelőtt? Szóval, hogy nem tudtunk róla semmit. És ezekre a kérdésekre megpróbál választ adni, gondolta ezt Tony. Azt már mindenki döntse el magával, hogy ez jó-e.
én magam azt hallom, hogy egyáltalán nem, nekem sosem tetszik. Én azt is utáltam mindig, amikor Michael Myers-t elkezdték megmagyarázni, hogy ő kicsoda, meg miért csinálja azt. Pinheadet sem kellett volna megmagyarázni. Sőt, az egyenesen a gagyiság határát, sőt, át is lépli ócskán nálam. Amikor Chanard, amikor átváltozik, akkor elvágja a torkát Pinheadnek, és az, amit ott összepróbál színészkedni Doug Bradley a fuldoklással, tehát az nálam az a abszolút gagyi kategória, mind színészi teljesítményben, ott mindig eltakarom a szememet, hogy ne lássam, hogy mi az, tehát az borzalmas, de az, hogy maga a forgatókönyv is, hogy majd ott átalakul vissza emberré egy már széttorzult, még akkor is, ha ez szimbolikus, én ezzel nem tudtam mit kezdeni sose. Ezt szerintem nem kellett volna ebbe az irányba elvinni, de mindenki döntse el a maga kedvére, hogy ezt ő hogyan értékeli. Biztos van olyan, akinek ez tetszik. Én ezt már régen sem igazán kedveltem, ezt a részt. Egyébként is én Pinheades voltam mindig, tehát nekem ne öljék meg Pinheadet, meg ne változzon vissza emberré. Szóval ez egy idiótaság, ez nettó idiótaság. Úgyhogy ebből is látszik, hogy a vegyes érzelmeim nem feltétlenül alaptalanok a második része kapcsolatban, viszont visszatérve erre a tibeti kürtre, hát ez meg egy hemzseg ez a film, a nagyszerű és az idiótaságok. Egyik pillanatban egy nagyszerű, zseniális dolog, ez az indiai kürt, ez pontosan ilyen. Másik véglet meg, amit mondtam az előbb. Tehát, de azok a nagyszerű dolgok, amik benne vannak, még így is nagyon magasra emelik a filmet, legalábbis mint horror rajongó, aztán mint sima film rajongó, hogyha a horror részét nem nézem, hát ott már kevésbé vagyok elnéző ennyire. Ha egy végső konklúziót kéne most itt összefoglalnom a Hellraiser 2 kapcsán, akkor nekem az jut eszembe a Hellraiser 2-ről, hogy elsőként is Tony Randallnek az a felbecsülhetetlen szerepe, amit már az első résznél is letett az asztalra, és azért a második résznél is, én nem írom le őt annyira, attól függetlenül nem ismerem el, mint rendező, nincs is rajta mit elismerni. Tehát, hogy ezt most én teljesen érzelemmentesen mondom, ő maga is ezzel tisztában volt. És nagyon szeretem Tony Randallbe ezt, hogyha beszél a Hellraiser 2 kapcsán, akkor ő nem próbálja magát beállítani egy óriási rendezőnek, meg játszani az eszét. Egyébként megtehetné, mert az emberek javarésze azok nem biztos, hogy tudják, hogy mi az, hogy rendező, mi a rendező feladata, mitől jó rendező valaki, mitől nem jó rendező. Nem biztos, hogy ebbe a sok apróságba, finomságba belemennek az emberek, akik csak egy gort várnak, egy tömény, szürreális gort a filmtől, azt 100%-osan megkapják. Ezért ők azt mondják, hogy hú, hát Tony Randall az nagyon jó rendező, mert a Hellraiser 2-t is milyen jó megcsinálta. Tehát megtehetni ezt, hogy játssza az agyát, és kényeskedik, hogyha valaki mondjuk kétségbe vonja az ő rendezői kvalitásait. De nem erről van szó, és nagyon szeretem benne, nagyon tetszik az, hogy ő bevállalja, és elmondja a színtiszta igazat, hogy itt nem arról van szó, hogy ő egy óriási rendezővé avanzsált a film kapcsán, hanem elmondja mindazt, amit én nektek elmondtam. Ebben a mai videóban ő ugyanígy ezt elmondaná nektek is, ha megkérdeznétek tőle, és ő hálás azért, hogy mégis ennek ellenére, hogy ő nem is filmrendező, mégis egy ilyen kalandba vehetett részt, és utána még, vagy pár filmben, nem tudom, amit említettem, ez az MTV, stb. Tehát még lehetősége volt egy-két alkalommal filmet rendezni, azt hiszem összesen 20 kreditje van, kisebb-nagyobb, inkább kisebb, mint nagyobb produkciókban, filmrendezőként, de jelentéktelenek. Neki a legmagasabb, a legnagyobb kalandja ez a Hellraiser 2 volt, amit belecsöppent,
nem csak a szerencséje által, hanem kőkeményen felküzdötte magát oda. Én abszolút megérdemeltnek tartom azt, hogy ő eljutott odáig, szépen elmeséltem nektek a ranglétrát, ahogy megjárta, és azért a Hellraiser 2 is egy akármekkora kultfilm, egy kis költségvetésű New World Pictures-ös film, tehát ez nem egy Warner-es Stanley Kubrick film. Szóval igenis megérdemelte, és azért helytállt, ugyan van néhány baromság a filmben, és összességében filmes szempontból nem ájulok el tőle, de ezt félre tudom tenni, és meg tudom nézni úgy is a filmet, hogy most egy nosztalgiázni akarok, vagy én szeretem az ilyen extrémebb filmeket, mint a Hellraiser epizódok, bármelyike 3-ig, 4 már nagyon rezeg a léc, utána nem is érdekel. Szóval én szeretem ezt az extrémebb vonalat is, és nekem tökéletes kikapcsolódást tud nyújtani adott esetben, hogyha erre van a hangulatom. Szóval összességében azt tudom mondani, hogy jó rendező Tony Randall? Nem. De aki azt mondja, hogy igen, az hát az nem is ér, tehát az nem tudja ezeket a dolgokat. Nincsen tisztában ezekkel a dolgokkal, vagy nem is érte ez az egészet semennyire se. De ha ő azt akarja mondani, hát akkor mondja azt. Engem az se zavar. De ezek tudatában, amikről itt beszélgettünk most az elmúlt X percben, teljesen tökéletesen világos, hogy Tony Randall nem jó rendező, de jó arc, nagyon jó filmes figura, nagyon sokat köszönhet neki. A Hellraiser, mint olyan, nem csak a kettő, hanem ha nincs ő, akkor nincs Hellraiser, akkor most nem beszélünk semmiről, akkor nincs kettő. Tehát lett volna egy olyan film, amire nem is emlékeznénk, egyáltalán nem is biztos, hogy megnéztük volna. Szóval Tony Randall szerepe a Hellraiser mitológiában elvitathatatlan, és megmerem kockáztatni, hogy van olyan szinten a szerepe, fontossági, vagy fontossági sorrendet nézünk, mint akár Clive Barkeré, vagy Christopher Youngé, és ez azért fura, mert amúgy ez köztudatban nincs benne. És hogy egy kicsit keretbe foglaljam a mondókámat az elejével, azt kell mondjam, hogy ezért is utálom a felszínes dolgokat, mert ilyen dolgok sosem kerülnek a felszínre. Ha nem kapargatod meg a felszínt és nem nézel a dolgok mélyére, akkor ilyen dolgokat sosem derítesz ki. És azt mondod, hogy hát igen, Clive Barker, Hellraiser, és a kettőnél is ott volt, mint executive producer, pedig igen, megtehette volna, hogy mindenbe beleszól, de ha megnézed, elolvasod az interjúkat, hogy látni fogod, hogy Clive Barker nagyon tiszteletben tartotta Tony Randall vízióját, mert attól, hogy nem volt jó rendező, még egy elég konkrét elképzelése volt, nevezetesen az, hogy folytatni kell ugyanonnan, és ugyanazzal a lendülettel, és ugyanazzal a gárdával. Ez is azt mutatja, hogy mennyire tisztelte a Hellraiser szellemiségét, amit Clive Barker megteremtett, nem akarta egy nagyon más irányba elvinni, inkább megpróbálta a maga módján, ezt azért egyébként is egy második részt nagyon nehéz csinálni egy kultuszfilmnek, tehát egy Halloween 2-re is azt mondják, hogy az milyen jó folytatás, hát én azon mindig elalszok, annyira unalmas. Tehát, hogy akkor inkább már a harmadikra mondom, pedig annak meg semmi köze nincsen az egészhez, de például én a Halloween 3-at sokkal jobban szeretem, mint a 2-t, mert a 2-n rendesen elalszok, annyira unom magam. Szóval, hát hiányzik belőle John Carpenter nagyszerűsége. Szóval a lényeg az, visszatérve a Hellraiserre, hogy Tony Randall egy nagyon-nagyon megérdemelt státuszba nálam, ott van a Hellraiser mitológia dobogósaként. Úgyhogy ezzel is zárnám ezt a mai videót. Vigyázzatok magatokra, és ha van kedvetek, nézzétek meg ti is a Hellraiser 2-t, és írjátok le kommentbe, hogy mit gondoltok, kíváncsi vagyok, hogy ti melyiket szeretitek jobban. Nem fogok meglepődni, hogyha azt mondjátok, hogy nektek a kedvencetek a 2, még akkor sem lennék meglepődni, ha valaki a 3-at írná, ez 4 ugye, a 3-at írná kedvencnek. Szóval én nagyon szeretem mind a 3 részt, csak tudok különbséget tenni ilyen vagy olyan dolgok tekintetében a 3 rész között. De egyébként nagyon szeretem mind a 3-at. Akkor még egyszer elköszönök, vigyázzatok magatokra,